Sziasztok srácok, én Stark vagyok, és mint tudjátok, a legutóbbi patch-el bekerült már végre a Dragunov, de viszont nagyon nehéz találni, ezért akik nem tudnak annyit játszani a játékkal, nem annyira fanatikusak, azok nem valószínű, hogy tudnak ilyet szerezni, ugyanis eléggé ritka, még Helicrashnél is, viszont sikerült szert tennem egyre, mint láthatjátok itt van. Ezt is én is kölcsön kaptam, ott a srác, aki ül az Ádámtól kaptam, kölcsön, csak egy megmutatóba. Mint láthatjátok, így néz ki, van rá ugye Gili, van rajta egy scope, egy 10-es tár van benne, a tára, hogyha kiveszem, akkor két helyet foglal az inventoriban, és egy PSU 1-es scope megy rá, ugye az, ami az AK-ra is rámegy. Úgy érdekesség, hogy ez a custom scope is rámegy, csak hát ezzel nem olyan jó, úgyhogy érdemesebb a másikat használni, ezt visszarakjuk az AK-mra. Jó, tehát így van ez a SVD. Ugye ez az új csipa tulajdonképpen, ami már rendesen üzemel, mert ugyebár a mozin volt eddig, illetve már a Winchestert is lehet használni, ha jól tudom, long range scope-pal, és azzal is egész jól lehet csipázni, de azért a Dragunov azért mégiscsak jobb. Meg ha jól tudom, ez félautomata, de hát próbáljuk ki. Ugye ilyen a PSU 1-es scope esetleg, ha még valaki nem látta volna, akit legugolok, azt megnézzük gyorsan, hogyha állítom, 1000-ig lehet állítani a Zero Ingot rajta, 100-tól 1000-ig százasával, és akkor úgy lehet vele lövöldözni. Nem tudom, oda a pajtára most. Hát nem, annyira nem hangos amúgy, tehát kintről halva, szerintem annyira nem feltűnő, viszont nem lehet rá hangtompítót tenni. Egész fasz a kis cucc. Azt nézem. Aha, lehet vele rendesen sorozatot is lőni. Ugye fél automata tulajdonképpen. Jól van. Gyorsan újra töltöm a tárat. Hogy sajnos még igen nehéz találni, reméljük majd azért a jövőben kicsit sűrűbb lesz. Bár azért nem feltétlenül szeretik az emberek, amikor csak ugye semmiből jön egy golyó. Főleg egy ilyen jó kis csúszdiból, mert ugye azért tudjuk, ugye a mozinnak az amúja megy bele, mint láthatjátok. És azért ez egy elég elős lövedék, tehát hogyha ezzel általában eltalálnak egy playert, akkor az nem nagyon szokott már többször felállni. Úgyhogy ebből egy jól célzott lövés, és akkor már jók vagyunk. Szerintem úgy messzebbre is visz, mint a mozin, meg hát mindenféleképpen jobb, és most az egyik legjobb fegyver a játékban. Sniper tekintetéből mindenféleképpen. Úgyhogy szép. Megnézzük még gyorsan Gilivel is. Top ki létszi a Gilit? Így, né? Gilly suite-tal meg ugye, hát az inventoriban ilyen kis csúnyácska, de amúgy meg nagyon faszán néz ki, jól el lehet vele rejtőzni, de kurva jól néz ki. Úgyhogy srácok, hajrá, lehet nyugodtan keresgélni helikreseket, nem mondom, hogy mindenféleképpen fogtok találni, mert nagyon ritka, tényleg, de hogyha valaki nagyon elszántan keresi, akkor azért meg lehet találni. És egy jó kis fegyó. Úgyhogy. Na jó van, srácok. Én Stark voltam. Sziasztok!